Szevasztok! Sziasztok! Elérkeztünk a legújabb DLC bemutató videónkba. Ebben a videóban a Horse Aggravation pakkot fogjuk bemutatni. Ez a DLC ma jelent meg, azaz 2023. július 25-én, úgyhogy elég friss ez a videó. Törekszünk arra, hogy az új DLC-ket mindig a megjelenés napján tudjuk is videóformába feltölteni nektek. Úgyhogy ha tetszik ez a koncepció, és nem szeretnétek lemaradni ezekről a részekről, akkor kérlek iratkozzatok fel ránk. Mert ahogy itt láthatjátok, a nézőink nagy része még mindig nincs feliratkozva a csatornára. Ez nektek egy kattintás, nekünk hatalmas segítség. De nem is húznám tovább a szót, vágjunk is bele a bemutatásba. Ezzel a DLC-vel egy teljesen új márka került be a játékba, ez nem más, mint a Horse márka. Ez 14 darab gépet és eszközt tartalmaz. Amit észrevettünk, hogy ezek közül az eszközök közül vannak mulcskészítők, 2 darab, ami mindegyik nagyobb az eddig megtalálható mulcskészítők közül, és található egy darab kapálógép és egy darab gyomlálógép, amelyik szintén nagyobb az eddig föllelhető gépekhez képest. De a legnagyobb újdonsága ennek a DLC-nek nem más, mint az új térkép, úgyhogy nézzük is. Itt láthatjátok a térképünket. Ez egy elég nagy térkép, és ahogy látjátok, hát nem a kis földekről híres, mert nem sok föld található meg ezen a mappon, viszont azok annál nagyobbak, annál érdekesebb alakúak. A leírásba, ha elolvassátok a Steamen, ott ajánl is különböző eszközöket, hogy ezek a Horse márkájú eszközök, egy-kettő nagyon jó az ilyen különleges alakú földekhez és a nagyméretű földekhez. Hát reméljük tényleg igaz és beválik, meg ahogy Kristóf az előbb el is mondta, egy jó pár eszköz a játékban eddig megtalálhatóhoz képest nagyobb méretű, így biztos hasznotokra lesz ezen a térképen, mert nagyon nagy földek vannak. Itt megtalálható egy-kettő kisebb föld így eldugva, de nem a kis földek a jellemzőek, úgyhogy itt elég sok időt el tud venni egy-egy föld betakarítása, viszont hatalmas összegekbe is kerülnek, ezeket majd nézzétek meg nyugodtan egyesével, de nem egy közepes gazdaság kezdő fizetéséhez vagy kezdő pénzértékéhez vannak szabva ezek. Ami még így érdekes, hogy nem található nagyon termelési üzem a térképen, egyedül itt lent található termelési lánc, a biogázüzem, meg a fűrészmalom. A többi, ami a térképen megtalálható, itt látok blippel jelölve, azok mind értékesítő pontok. Vagy ugye a bolt, meg az álláskereskedő, hát az értékesítő pont is lehet, meg ugye ott tudsz állatot vásárolni is. Úgyhogy ez nem a termelési láncok térképe. Én ahogy így nézegettem az értékesítő pontokból, meg az új járművekből, szerintem ez a térkép leginkább az ilyen szilázs, meg a silózásra szabták, nekem ez a véleményem, mert ezeknél a földeknél lehet egy kukoricát, meg mindenféle egyebet silózni, aztán ebbe a hatalmas biogázüzembe bele lehet túrni azokat, meg az értékesítő pontokra el lehet adni. Ez a DLC amúgy külön is megvásárolható, de a Year 2-es Season Pass is tartalmazza, az árat láthattátok a videó elején. Hát reméljük tudtunk segíteni, hogy érdemesebb beruháznotok erre a DLC-re, avagy sem. Mindenképp nyomjatok egy lájkot vagy egy diszlájkot, ebből mi ki tudjuk szűrni, hogy tetszenek ezek a tartalmak, vagy esetleg kommentbe is jelezhetitek ezt. Találkozunk a következő videóban, szevasztok! Hello!